Június 7-től 13-ig egy aktív hetünk lesz, de mégis a befelé fordulás lesz a kulcs. Hogyan tudunk úgy aktívak lenni, hogy befelé fordulunk? Azért mondom, hogy aktív lesz ez a hét, mert a fő inspirációnk egy tudatos teremtő erőkártya. Elengedést kell gyakorolnunk, az elengedés erejét aktiválnunk. Engedd el a múlt ajtajának kilincsét, ne szorongass tovább. Soha nem tudsz, figyeld meg, soha nem tudsz két kilincset fogni egyszerre. Ahhoz, hogy előre haladj, abba kell hagyni azt, hogy hátrafelé tekingetsz. És végképp abba kell hagyni azt, hogy hátrafelé mozdulsz. Ha hátrafelé megyek, és mindig azt nézem, hogy mi történt, és nem felismerem, és haladok tovább, hanem mentegetem magam amiatt, ami történt, vagy csiránkozok azon, ami történt, akkor nem előre nézek, hanem hátra. És ahol a tudatod, ott az energiád. Ahol a figyelmed, ott a tudatod. Tehát, ha azzal foglalkozol, ami a múltban történt, vagy nem történt, az oda visz téged vissza. Mi dolgunk van a múlttal, ez nem is kell. Megnézni, hogy mi történt, hogyan járultunk hozzá, és haladni tovább. Hű, de előre szaladtam. Azért, mert az elengedés ereje arról szól, ami az alsó három kártya. El kell engednünk a ragaszkodást. Mi az, amihez még ragaszkodsz? Van-e olyan személy, dolog, egy helyzet, egy pozíció, bármi, amihez még ragaszkodsz? A ragaszkodás mindig visszahúz. Amit aktiválnunk kell, az a felismerés ereje. Mit kell még felismerned? És azért szaladtam előre, igazából nem is szaladtam, mert az elengedésről beszéltem, és az erről szól. A fő inspirációnk az elengedés. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, el kell engednünk a ragaszkodást, fel kell ismernünk még dolgokat, amiket eddig nem sikerült, és az eredménye egyenrangúság lesz. Ezek kellenek ahhoz, hogy az elengedés erejével tudjunk dolgozni. És ha az elengedés erejével dolgozunk, az visszafelé is hat, múlik a ragaszkodás, jönnek a felismerések, és megjelenik az egyenrangúság. Amikor rájövök, hogy egyenrangú és egyenértékű vagyok mindenkivel, nem vagyok sem kevesebb, sem több senki másnál. Én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Amikor hátrafelé nézünk, akkor jobb, ha tudod, hogy arra is haladunk. Ha ezt haladásnak lehet hívni, inkább azt mondom, hogy arra mozgunk. Húz vissza minket a múlt. És ha azt nem tudjuk elengedni, nem tudunk előre haladni. Én hiszem, hogy a teremtésnek, a tudatos teremtésnek és a célok megvalósításának a kulcsa az, hogyha történt valami, megnéztem, hogy mivel járultam hozzá, beépítem a tanulságait, és aszerint haladok tovább. Ha mondjuk valami negatív dolog történt, megnézem, hogy én ahhoz hogy járultam hozzá, és akkor tudom, vagy hogy értem meg, ha rosszul értem meg, miért értem meg rosszul, és akkor tudom, hogy mit ne csináljak, vagy mit csináljak máshogy legközelebb, hogy más legyen az eredmény. Ha valami szuper dolog történt, akkor megnézem, hogy ahhoz hogyan járultam hozzá, azt is el kellem engednem. A jót is engedd el. Ami negatív, annak nem örülünk. Ami pozitív, annak örülünk. A lényeg, hogy ne nyűgözzön le, ne birtokoljon minket. Ha van egy jó új autód, egy új vállalkozásod, egy új párkapcsolat, nagyszerű, élvezd, megérdemled. Tényleg kell, hogy örülni tudj neki. De utána az ne birtokoljon, attól még maradj az, aki vagy, és attól még legyél éber és figyeld, hogy hogyan halad tovább. Ha valami jó dolog történt, nem csak örülök neki, hanem megnézem, hogy hogyan járultam hozzá. Mit tettem, mivel segítettem azt elő, vagy mivel segítettem rá, hogy biztosan megjelenjen az életembe. És utána beépítem, és akkor tudom, hogy ez az, amiből még csináljak sokat, hogy még több jó dolog történjen.
Tehát a pozitív dolgoknál is érdemes megnézni, hogy mit tettem, mivel járultam hozzá ehhez az eredményhez, és akkor tudom, hogy ezt kell gyakrabban. De azt már elengedem, ami akkor történt. Örültem neki, élvezem, hogy van, és utána már azt beépítem az életembe. Az már más élmény valamit megtartani, mint megszerezni. És nem csak teremtő erőre van szükségünk, hanem megtartó erőre. És képzeld el, ezt még így soha nem fogalmaztam meg. De jó, hogy van ez a heti üzenet, és ez most kijött. Ahhoz, hogy tudjak megtartani, kell tudnom elengedni. A megtartó erő gyakorlásához kell tudnom gyakorolni az elengedés erejét. Mert amikor tele a markod, vagy görcsel, vagy akár jó dolgokkal, vagy bármivel, akár negatív dolgokkal, ha azokhoz ragaszkodsz, akkor nem tudsz még kinyúlni másért. De ha tudok elengedni, elengedem azt, aminek nincs helye és vagy ideje már az életemben, és kinyúlok valami újért, és utána azt megtartom. Erről fog szólni ez a hét, és akkor meg tudod élni az egyenrangúságot. Nem érdemes senkihez hasonlítani magunkat. Én soha nem leszek olyan, mint te, és hál' Istennek nem is kell. Mindannyian egyszeriek vagyunk, és megismételhetetlenek. De egyenértékűek, egyenrangúak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem rendelem magam mások alá és fölé sem. Egyenrangú vagyok, és így kommunikálok másokkal, így nyitok feléjük, így kapcsolódok. Szép lesz ez a hét, ha úgy állunk hozzá. Úgyhogy kellemes hetet kívánok. Ha értékesnek tartod ezeket az információkat, akkor kattints a leírásban található linkekre, vagy iratkozz fel a YouTube csatornámra.